koszorúzással kezdődött a Szent Flórián napi megemlékezés, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezett Nyíregyházán. A tűzoltók védőszentjét 304. május 4-én kővel a nyakában az ENSZ-be, a Duna egyik mellékfolyójába taszították. Úgy tartották, ifjú korában imádságára kialudtak az égőházak lángjai. 1999 óta halálának napja a tűzoltók világnapja. Az elmúlt időszakban számos tűzesetnél láthatták a megyebeliek dolgozni a tűzoltókat, azonban munkájuknak nem csak látványos része van. Van egy láthatatlan része, de legalább ilyen fontos a katasztrófavédelem munkájában a megelőzés és a komplex hatósági munka, amely az ipari biztonság, a közlekedés és a lakók, a lakóépületnek a biztonságát szolgálja. Tehát itt egy olyan komoly hatóság és háttérmunka folyik, amely azt hivatott elérni, hogy ne következzen be a katasztrófa, és ha ne adj Isten, és soha ne forduljon, hogy bekövetkezik, akkor pedig a vonuló állomány az, aki be tud avatkozni a korszerű felszerelésével, hogy biztonságban legyenek a nyíregyháziak. Ez a Szent Flórián napi megemlékezés más miatt is különleges volt. Idén 135 éves a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság, erről is megemlékeztek. Hosszú történelmi időszak, amikor 135 évvel ezelőtt az őseink lerakták a tűzoltóság alapjait. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy olyan fontos feladatot tűzte ki maguk elé, ami elsősorban az emberek biztonságának a szavatolását jelentette, és a hosszú éveken keresztül ez mindig fejlődött egyre erősebb és egyre jobb technikai eszközökkel, egyre nagyobb felkészültséggel rendelkező emberekkel, folyamatosan biztosították a megyében a mentő tűzvédelmet és az állampolgárok biztonságát. Évente 3000 esethez vonulnak ki a katasztrófavédelem és a helyi tűzoltóságok szakemberei megyeszerte. Az igazgató hozzátette, ezen a napon megemlékeznek a kéményseprőkről is, akik szintén segítik a katasztrófavédelem munkáját.